Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az évközi 18. vasárnap evangéliumi részletét János evangéliumának 6. fejezetéből olvassuk. Jézus miután megszaporította a kenyeret és a halat, és jól lakatta a tömeget, elmegy, és a tömeg keresi őt. Utána mennek, hogy találkozzanak vele. De Jézus megjegyzi azt, hogy ezek az emberek nem azért keresik őt, mert csodát láttak, hanem mert ettek a megszaporított kenyérből. A tömeg keresi Jézust, hogy találkozzék vele. A keresztény élet is erről szól, folyamatosan keressük Jézust, hogy találkozzunk vele. Jézust keresni azt jelenti, hogy az idők jeleit figyeljük, hogy minden életpillanatban, élethelyzetben meg akarjuk találni az Urat, vele akarunk találkozni, az imádságban, a szent áldozásban, a szentgyónásban, a szentírás olvasásában, az emberekkel való találkozásaink során mind-mind Jézussal találkozhatunk. Keresni Jézust azt is jelenti, hogy növekedni akarunk abban, hogy egyre jobban szeretnénk megismerni őt. És minél jobban megismerjük őt, annál jobban megszeretjük őt. És minél jobban megszeretjük őt, annál jobban meg akarjuk ismerni őt, ahogy egy teológus fogalmaz. Keressük mi is Jézust, akarjunk mi is találkozni vele. Találkozásaink során hallgassuk meg őt, és mi is beszélgessünk vele. Keresni Jézust, ez teszi igazán dinamikussá a keresztény életet, hogy fejlődhetünk, hogy követhetjük az Urat. Az Úrral együtt haladhatunk földi életünk zarándok útján is. A tömegnek Jézus azt mondja, Istennek tetsző cselekedet az, hogy higgyetek az Isten küldöttjében. Az Isten küldöttje Jézus Krisztus. Keresni Jézust, hinni Jézus Krisztusban. Mit jelent hinni Jézus Krisztusban? A hit elsősorban bizalom, hogy rábízom magamat az Úrra, ráhagyatkozom Jézusra. A hit engedelmesség, engedelmeskedem az Úr szavának, hallgatom az Úr szavát, engedelmeskedem az Úr szavának, és rábízom magamat az Úr szavára. A megtérés itt kezdődik, tanít Ferenc pápa, amikor nem a saját erőmre hagyatkozom, hanem kinyitom a szívemet, és bizalommal befogadom az Úr szavát, és békével, bizalommal ráhagyatkozom Isten szavára. A hit tehát engedelmesség és bizalom, továbbá szeretet. A hit kapcsolatot is jelent. Szeretet kapcsolatot azzal, akiben hiszek. Szeretet kapcsolatot azzal, akire rábízom az életemet, akinek engedelmeskedem. Törekedjünk mi is növekedni a hitben, nap mint nap rábízva magunkat Jézusra, nap mint nap olvasva, hallgatva az ő szavát, és engedelmeskedve az Úr szavának. A szeretet kötelékeit szűve, barátságunkat ápolva vele. Végül Jézus azt mondja, az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből, és életet ad a világnak. Én vagyok az élet kenyere. A csodálatos kenyér és halszaporítás egy jel. Arra utal, hogy Jézus maga válik kenyérré. Jézus az Isten kenyere. És ez az Eukarisztiában, az oltári szentségben mutatkozik meg a legteljesebb módon. A kenyér táplál, a kenyér éltet, a kenyér erőt ad. Jézus az Isten kenyere. Jézus, aki az ő testével és vérével az Eukarisztiában táplál, éltet, bátorít bennünket. Tekintsünk Jézusra, mint az Isten kenyerére. Jézus, aki táplál, aki erősít, aki vigasztal, aki örök életet ad nekünk. Amikor egy szelet kenyeret veszünk a kezünkbe, akkor adjunk hálát az Úrnak, mert a kenyér Isten áldása. Mielőtt megszegjük a kenyeret, egy kis keresztet rajzoljunk rá,
Erre tanított annak idején nagymamám is, édesapám is. Ez a kereszt kifejezi azt, hogy hálát adunk Istennek a kenyér ajándékáért, nem elfeledve azt, hogy Jézus Krisztus az Isten kenyere, az Eukarisztiában önmagát adja értünk is, hogy nekünk is életünk, örök életünk legyen. Csendesedjünk el, és örömteli szívvel ünnepeljük ezt a titkot, szemléljük Jézust, az élet kenyerét, Isten kenyerét, aki bennünket is táplál, aki arra hív, hogy higgyünk benne, és hogy keressük őt. És ebben a kis csendben imádkozzunk mindenkiért. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária béke királynője és Szent József, könyörögjetek érettünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!